Sziasztok és üdvözöllek titeket! A következő hashtag zsákbamacska unboxing videóba hashtag Minecraft Edition Jesus Christ! De régen volt már ilyen unboxing videó, mert tudom, hogy imádjátok, tudom, hogy szeretitek, csak mindig megbeszéljük, hogy hát ezeket a zsákbamacskákat vagy nagyon nehéz beszerezni, vagy rettenetesen drágák. De én úgy döntöttem, hogy már rég volt és ti nagyon szeretitek, meg én is eléggé kedvelem őket. Ezért most újra beszereztem párat és most újra együtt itt kibontjuk. Mi? Még mielőtt elkezdenénk a videót, hagyd mondjam el nektek, hogy 2018. október 21-én Nagyváradon a Ramada Hotelben a videós találkozó megrendezése kerül, ahol én is ott leszek, ahol találkozhattok velem. Srácok, a videostalálkozó.hu weboldalon, aminek lent van a linkje a leírásban, meg tudjátok csekkolni, hogy mik lesznek ott, kik lesznek ott, én is ott leszek, és hogy milyen királyságot fogunk csinálni, és hogy hol tudtok jegyet vásárolni, mert lehet online, lehet a helyszíne is, de ehhez regisztrációhoz kötött, mindent megtaláltok a videostalálkozó.hu oldalon, link a leírásba, csekkoljátok le, gyertek el Nagyváradra, Romániába, én még nem is voltam ott soha, úgyhogy én is most leszek ott először, ott találkozunk egy királyságos videós találkozó keretében, de most akkor térjünk is vissza arra, hogy Minecraft zsákbamacska unboxing videó van, milyen régen volt már, is itt vannak a kicsikék, akiket mi ma ki fogunk bontani. Emlékeztek régen, mennyit bontottunk, és milyen királyságok voltak benne, úgyhogy én nem is húzom tovább a szót. Először is nézzük meg, hogyha esetleg aki még nem ismerné ezeket, nem is értem, még Karcsi a kacsa is ismeri ezeket. Remélem ti is ismeritek Karcsit a kacsát. Ennek az a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon picike kis doboz, sok széria van belőle, eredeti Minecraftos, mojangos, mojangos, ki hogy hívja, ez ha jól látom a 9. széria, Jesus, én még akkor bontogattam ki ezeket, amikor ezek még első, még második szériások voltak. Így néz ki a doboz, és az a lényeg, hogy úgy látom, hogy ők benne ebbe a dobozba, most ezek a fajták lehetnek, van nekem már sokféle, sokat láttatok ti is, ezt ilyenkor úgy szoktuk csinálni, hogy én kibontom, de nem nézek oda, és megpróbálom megtippelni, hogy nem is megtippelni, elmondom, hogy miket szeretnék, mert ugye van benne egy kis papír. Nem akart kibontni. Emlékeztek, amikor kiemlékszik arra, amikor kibontottam, és üres volt, mert kilopták belőle. Kiemlékszik arra, én nagyon szomorú voltam. Úgy látom, hogy ebben már nincsen papír. Öcsém, kispórolták belőle, az ára ugyanaz, de papírt nem tesznek bele, hogy kik lehetnek benne. Mert ugye ebben régen volt aranyszínű meg, mega giga fajta. Hát most akkor úgy nézem, hogy ezek lehetnek benne, gondolom én. Nem tudom, hogy van belőle arany, biztos. Na mindegy. Hát én nem tudom megtippelni végül is kit akarok, de erről a listáról. Van valami fehér creeper, az nagyon tetszik. Vagy egy creeper jelmeze Steve. Nekem azt tetszik. Nektek melyik tetszik? Ha az előbb megállítottátok, de nem mutatom nektek még egyszer, akkor le tudjátok fotózni, fel tudjátok írni, vagy ráközelíteni. Na de nézzük, ki lesz itt. Úgy nézem, hogy itt lyukas a zsák, tehát itt kéne. Jó, én nem nézek oda, biztos látjátok, hogy jaj, de jó, hogy rosszul szakadt ki, hogy nem látom az egészet. Kommentbe tudjátok leírni, hogy mi van benne, hogy ugye a creeper jelmezes Steve. Na várjatok, remélem ti jól látjátok. Aha, ez egy bábú, de úgy érzem, hogy kalapja van. Vagy ez mi? Ez kalap? Júj, de ijesztő! Na nézzétek már, ez micsoda, ti láttatok már ilyet? Azta egy ilyen vicc kalapos, de ilyen szakadt fejű zombi valami izé ruhában, ilyen dinnye, ez dinnye a fején? Ez egy dinnye? Ez egy zombi dinnye feje? Vagy mi ő? Mindegy, ide nekem Karcsihoz a kacsához, úgyis a Minecraftos bögre rajtam is Minecraftos. Nézzük is a következőt, ő egyáltalán rajtam, a rajta van hát, ott van hátul. Ott van, akkor benne lesz a creeper jelmeze Steve, creeper jelmeze Steve-et akarok. Legyél creeper jelmeze Steve, de miért nincsen benne papír, az olyan jó volt, azon be tudtuk jelölni, hogy ki van meg ki nincs meg. Na. Szokásos, nincs olyan Jánosi Gergő videó, ahol nem ejtek el valamit. Annyi, hogy itt most már padlószőnyeg van, annyit okosodtam, így nem koppan. Na, ismét elfordultam, ilyenkor csak mindig attól félek, hogy túl közel mutatom a kamerához. Először is, ismét egy ember, de nem, ez egy tintahal. Ez tudja, hogy egy tintahal, mivel hogy itt vannak a csápjai. Ez egy, nincs feje. Tintahal. Mármint, hogy nincs arca. Tudjátok, a tintahalnak van arca. Ott van a szája, ugye, hogy alapból egy tintahalnak, vagy egy squidnek. De hol a feje? Lehagyták a fejét! Mindegy!
Ja, ide raktam karcsihozzá, megijedtem, hogy hol vannak. Hát, ő is ott van. Van benne arany. Van benne arany, ott hátul a háttérben, látjátok? Ott van valami arany. Húha. Srácok, ha szeretnétek folytatást, hogy szerezzek be még ilyeneket, meg esetleg, ha találok ami jó weboldalt, mutassam be, hogy honnan szereztem őket, akkor erre a videóra nyomjatok lájkot, és ha megvan a 2500 like, akkor jön is a következő videó. Tehát hashtag 2500 like, írjátok le kommentbe, hogyha esetleg valaki nem jutott volna el ebbe a videóba eddig. Nem is értem, hát akkor nem látta a jóságokat, az unboxingosságokat. Jesus ASMR. Na. Jaj. Most amúgy lehet, hogy sokan ének, hogy úristen, 20 éves elmúlt is ilyeneket gyűjt. Hát, srácok, kinek mi? A Legót is szeretem. Na. Sőt, új. Várj, ó, van valami, van egy pik. Srácok, állj. Állj, azaz. Ő az. Neki van pigex a kezébe? Van. Van. Ugye ő az. Ő az. A Creeper ruhás Steve. Ez a... Ez az! Jesus Christ, ez nem is egy, ez egy kapa, ez nem csákány. Úristen srácok, ezt akartam, emlékeztek múltkor is volt, hogy á, biztos ez az arany lesz. És kibontottam, és tényleg az volt. Ez még a kicsi Steve, a Creeper ruhás Steve. Mennyire aranyos rá, mennyire kéne, amúgy én elmondom nektek, hogy jobban szeretem Steve-et, mint Alexa-t. Titok. De, hát ez mi menő? És ezt akartam, és ezt kaptam meg. Köszönöm srácok, aki lájkot nyomott, mert ez nektek köszönhető. Biztos ti is megörültetek, nem? Kommentben ilyenkor szoktátok írni, hogy mi az, meg ki az, ez tök jó, amikor visszaolvasom a kommenteket, látom, ez az, megvan, megvan, és hogy tök jó, hogy ti már ugye előre látjátok. Na nézzük, már megvan, amit akartam volna, most jött a másik, ő ott, az az arany, aranyos színű valami, az legyen, most az legyen benne, legyen az benne. Az lesz ebben, amúgy elmondom nektek ilyenkor, mindig ezután a videó, az ilyen videók után össze kell takarítani, mert össze-vissza dobálok minden. Na! Mi az? Mi az? Várjátok, nem nézek oda. Megtapicskálom. Ennek is van valami a kezébe, nem? Ez valami a kezébe, igaz? Van? Jó, ez nagyon ijesztő. Ez valami szellem? Júj! Nincs arca. Van keze. Van valami a fején, ki tudja, hogy mik ezek amúgy, figyeljetek már. Tehát ezeket a karaktereket, ez biztos a, ugye abban a sorozatból van. Mondjuk ez a Halloween-i kiadás, tehát... Jaj, most jöttem rá, nézzétek már, ez Halloween-i. Hát természetesen be vannak öltözve, de nagyon menő. De király, ennek örülök. Na! És az utolsó. A kamera úgy döntött, hogy leáll. Szóval, na, amúgy ő is ott volt a listán, az utolsó. Legyen benne vagy a fehér creeper, vagy az az arany. Jó? Legyen benne. Úristen, hány nyelven rá van írva az oldalára, hogy játékfigura. Tartalmaz, van figure, contentiente figurente, in alta vanna figur, contenta van persagnio, in hodur van figura. Egy figura, és ott van a végén, hogy... A csomag tartalma egy játékfigura. Arany vagy fehér creeper. 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 Mármint nem a fehér creeper arany, hanem arany vagy fehér creeper. Mi az? Mondjátok el! Írjátok le! Verjetek lájkot! Mind egyenlő blown! A fehér creeper! A szellem creeper! Mi menőn néz már ki, nem zöld, nem charged kékes, fehér szellem creeper! Jesus! És sikerült is, megszereztük őt is! Megszereztük a Steve-et, és megszereztük őt is! Tiszta szemét itt minden, de rettenetesen boldog vagyok, srácok! Megvolt minden, amit akartunk! Nektek melyik tetszett? Ti melyiket bontottátok volna ki szívesen? Írjátok le kommentbe, és köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy segítettetek. Mindjárt megnézzük őket közelebbről is. Egy kis apró montázs, úgyhogy srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, tetszenetek ez a videó. Nézzük is a montást, jó?
Szóval srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszettek ez az izgalmas unboxing, és ti is izgalmasnak találtátok, ha szeretnétek még, ne felejtjétek el, 2500 lájkot kérek, és utána jön is a folytatás. Osszátok meg haverjátokkal, és iratkozzatok fel a Jágerekhez csatlakozással. Napi király videókért minden egyes nap, 18:00-kor köszönöm, hogy itt voltatok srácok, és találkozunk holnap, meg minden egyes nap. Sziasztok!